Az adóhatóság széles körben végzi a vizsgálatokat, több módszerük is van az ellenőrzésre, fokozottan felhasználják például az interneten megtalálható adatokat. A bérbeadásból származó bevétel után negyedévenként kell adóelőleget fizetni, az éves adóbevallásban pedig önálló tevékenységből származó jövedelemként kell feltüntetni. Ennek mértéke 16%, azonban 1 millió forint jövedelem felett egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni, ami 14%. A magánszemélyek lakás kiadása áfamentes, ezért számlát nem kell kitölteni a lakbérről. Magát a szolgáltatást kell, hogy ellenőrizzük. Ez azt jelenti, hogy általában a revizorok bejelentkeznek egy-egy hirdetésre, és ki is veszik az ingatlant, illetve meg is írják a szerződést. Természetesen az albérletnél nem kötelező számlát, illetve nyugtát kiállítani, de valamilyen szinten az átadásra átvitelő, pénzátadására átvételéről kell kiállítaniuk egy bizonylatot. Az albérletkeresők közül sokan inkább az alacsonyabb árkategóriájú lakások között válogatnak. Elsődlegesen a 40 és 60 ezer forint közötti albérletek után van a legnagyobb kereslet, és mondhatni az viccesen, hogy viszik, mint a cukrot ezeket az albérleteket. Elég nehéz egyébként a piacon ingatlan közvetítőként is albérletet találni ügyfeleink számára, mivel akkora a mértékű a kereslet ezen kategóriák iránt, ami elsődlegesen a 40-60 négyzetméteres és főleg panellakások, amelyek ebbe az árkategóriába tartoznak, vagy a kisebb egyedigás cirkós lakások. Különbséget kell tenni a hosszabb időre szóló ingatlan bérbeadás és a rövid távú néhány vendégészakára szóló szolgáltatás között. Míg az előbbinél nem, az utóbbinál már kötelező az adószám. A szálláshely szolgáltatás engedélyhez is kötött, tehát a területi jegyzőtől is kell engedélyt kérniük azoknak, akik ezt a szolgáltatást szeretnék nyújtani. Természetesen az adókötelezettsége is teljesen más, mint az albérletnek. Itt a 16%-os személyvedelemadón kívül még áfa vonzata is lehet ennek az albérletnek. A bérbeadókra a szabálysértés esetén mulasztási bírságot szabnak ki, ez akár az 1 millió forintot is elérheti.